Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket! Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Ajka városát érintő fejlesztési elképzelésekről tartottak fórumot pénteken a Városi Múzeumban. Mai magazinumban először erről készült felvételeinket láthatják. Péntek délután a Városi Múzeum adott otthont a Jövő Városa Ajka Metropolis című előadásnak. Mennyire lehet előre tekinteni egy város jövőbeli képét? Miről fog szólni az előadás pontosan? Az, hogy mit látunk előre, az, az nehezen megfogható. Ugye egy városfejlesztésnek több dimenzió is létezik. Most, amiről az előadás fog szólni, az egy kitekintés, egy összegzése az elmúlt tíz évnek, amit én városi főépítész vagyok, és egy kis kitekintés 5-10-15-20 vagy akár 150 éves távlatban. Amikor tíz évvel ezelőtt elfoglalta ezt a pozíciót, akkor milyennek tekintette, milyennek látta Ajka képét, és mit sikerült ez alatt a tíz év alatt változtatni rajta? Szerencsés helyzetben voltam, mint főépítész, mert feladat nagyon sok volt. Jó alapokról indultunk, és sajnos húsz évig sok minden nem történt, vagy közel húsz évig, és ezt próbáltuk behozni az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy ha valaki megnéz tíz év ezelőtti fényképeket, meg a mai városba tesz egy sétát, akkor látja a szembetűnő változást. Ugye egyrészt a közteletnek a megújításába fogtunk, és ez mellett lakóépületek, középületeknek a megújítását is elkezdtük. És, és, annak örülök, hogy pont ebben az időszakban lehettem a város főépítése, vagy lehetek, amikor ennyire sok minden történt ebben a városban. Viszont nyugodtak nem lehetünk, vagy elégedettek, mert nagyon sok tennivalónk van. Úgyhogy azért is jó, hogy ha vannak ilyen fórumok, ilyen lehetőségek, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy mit szeretnénk a városban még a következő időszakban megvalósítani. Milyen szinteken, milyen feladatok várnak még önre? Hát elsősorban nagyon nagy feladat, aminek neki kell állnunk, meg kell kezdenünk a településrendési és eszközöknek a felővizsgálat. Ez egy kicsit ilyen tudományosnak hangzik, de gyakorlatilag, amit régebben rendési tervnek hívtunk, azoknak a felővizsgálatát a jogszabályi körülmények megváltozása miatt újra kell gondolnunk, ennek neki kell állnunk a jövő év elején. Én nagyon bízom benne, hogy a költségvetésben lesz rá forrás, és lehetőséget kapunk arra, hogy ennek a nagy munkának neki Ez a gyakorlatban mit jelent? Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Teljesen újra kell gondolnunk a, az, a város jövőjét, a fejlesztés irányokat, célokat, ezeket meg kell gondolnunk, újra ki kell beszélnünk e, e, szakmabeli kollégákkal és a város lakosságával. Majd amikor meg tudtuk fogni, meg tudtuk határozni a célokat, akkor ezeket dokumentumokba kell foglalni, és utána részletesen kidolgozni a településrendészeti eszközöknek a különböző szintjén és utána ezt alapul alapulvéve lehet folytatni és hosszú távon tervezni a város fejlesztését. Ez mennyire feladata az építészeknek, a, illetve önnek, mint főépítés, mennyire szólhatnak bele mondjuk a város lakói, hiszen ők lesznek azok, akik itt fognak élni majd ebben a környezetben? Én úgy gondolom, hogy abból kell kiindulni, hogy a város fejlesztés nem egy öncélú dolog. Ha abban gondolkodunk, hogy, miért, hogy mi is a város, a város, ugye, nem más, mint egy olyan közösség, egy nagy család, ahol egymásra utalva élünk. És öncélon ez miatt nem lehet, nem szabad fejleszteni a településeket. Ezért is kell bevonni, meg vagyok róla győződve, minél szélesebb körben a lakosságot, és minél több fórumot megtartani, hogy valóban meg tudjuk ismerni a városnak, a, a lakóinak a véleményét, ki mit szeretne másképp a városban, mit tart jónak, követendőnek, és mit gondol másképp. Azt gondolom, hogy a családban is vannak súrlódások, meg nem értések, vagy meg nem értettségek. Egy városban ez még inkább előjöhet. Nem biztos, hogy mindenki ugyanazt akarja, mindenkinek más a fontossági sorrend. Lehet, hogy valaki ugyanarra a helyre más szeretne. Játszóteret, padot, pihenőt, bevásárlóközpontot, hogy lehet mégis a sok igény közül kiválasztani azt, ami mégiscsak a legüdvözítőbb lesz? Ez egy nagyon, nagyon nehéz eset, amikor tényleg sokféle dolgot szeretnének a, a lakosok. Én azt gondolom, ezt úgy lehet a legjobban eldönteni, hogyha meghallgatjuk az összes véleményt, egymásra szembárítjuk, és akkor van lehetőségünk dönteni. Nyilván az a szerencsés, hogyha a kompromisszumok végén mindkét fél, vagy az összes fél elégedett, és és tudunk olyat nyújtani, amelyben mindenki megtalálja a helyét. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a, a városban lakók elégedettek legyenek, és jól érezzék magukat. Hogyha ez megvan, akkor, akkor, akkor biztos, hogy a város lakossága hosszú távon meg fog maradni ebben a 30 ezeres nagyságrendben. Ez azt jelenti, hogy a város jelenlegi határain belül terveznek egyébként majd felújításokat, vagy módosításokat, vagy esetleg terjeszkedni is lehet a város határain kívülre is terveznek valamit? Én úgy gondolom, hogy a, a fejlesztések sosem egyrétűek, hanem, hanem több szinten párhuzamosan kell ezeken gondolkodni és megvalósítani is. Tehát vannak olyan törekvéseink, amelyek több települést, akár ha nyolcas fejlesztésére gondolunk, hogy ez egy egész országrészt, vagy akár országokat összekötő fejlesztéseket is jelentenek, de ugyanolyan fontos akár egy kis lakóközösség közterületének a rendbetétele is és azt gondolom, hogy ezek nem egymás alá fölé rendelt fejlesztések, hanem valahol egymás mellett kell, hogy ezeket megoldjuk. Tehát a fejlesztések ebből fakadóan is sokfélék. Szeretnénk utat fejleszteni, elkerülő utat fejleszteni, szeretnénk belvárosi intézményeket, közteleteket, de én nem feledkezem meg arról sem, hogy hogy a, kertvárosi régi falusi település részeknek akár a, a járda köztelet felújítását is meg kell oldani. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor fejlődik harmonikusan a település, hogyha ha mindenre tudunk figyelni és, és meg tudjuk osztani az erőinket. Hogyha megvannak a tervek, megvannak az ötletek, az még lehet, hogy egy kicsit kevés, mindehhez pénz is kell. Megvannak-e a tervekhez az anyagi források, anyagi lehetőségek, illetve meglesznek-e, vannak-e olyan pályázatok, amiket meg lehet célozni? Biztatónak látjuk a helyzetet pályázati pénzek tekintetében. Igaz, hogy egészen más rendszerben fog információjunk szerint működni a pályázati munka, mint korábban de reméljük, hogy sikeresek leszünk legalább olyan mértékben, mint eddig. És hogyha így, akkor, akkor én nyugodt vagyok. Kicsit érjünk vissza erre az előadásra. Milyen képeket, milyen lehetőségeket fog majd a hallgatóság elé tárni? Én azt gondolom, hogy, hogy, biztos lesz mindenki számára újdonság. Lehet, hogy lesz olyan, amivel már találkoztak, mert a fejlesztéseket nem, nem most találtuk ki, és fúztuk ki a fiókból. Úgyhogy lesz már ismerős projekt is, és lesz biztos meglepetés is.